Egyre több a pszichiátriai beteg Magyarországon, többek között erről konzultált a Magyar Pszichiátriai Társaság 19. vándorgyűlésén Szegeden. A főbb témák között volt a depresszió, a skizofrénia, a lehetséges megoldásokról beszélgetünk most dr. Molnár Károllyal, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miért fontos egyáltalán az, hogy a pszichiátriai betegekről, pszichés betegségekről beszéljünk? A magyar társadalomnak hány százalékát érinti ez, hogyha van erre vonatkozóan akár becslés, akár konkrét adat? De köztudott, hogy a pszichiátriai betegségek ma népbetegséggé váltak, nem csak nálunk, hanem Európa szerte. A legfrissebb európai adatot tudom mondani, ahol azt mondták, 6 országban készült felmérés alapján, hogy a lakosságnak a 38,2%-a aktuálisan érintett pszichés zavarral. Elképesztő nagy szám ez, 38,2%. 38,2%-a, természetesen ebben a drog és az alkohol is benne van. De ugye kiemeltük a depressziót, ami az egyik legfontosabb téma, hiszen népbetegség, ez a lakosságnak az 5%-át érinti Európában, ugye ez 18,2 millió beteget jelent aktuálisan. Magyarországon egy kicsit magasabb, 7,1% az előfordulás évente, ez évente 700 ezer beteget jelent, havonta 200 ezer depressziós beteget jelent. Nem nehéz végig gondolni, hogy ez mekkora szociális, gazdasági és hát a beteg embernek egyéni terhet jelent. És ugye a depresszió az tipikusan olyan, az a fajta, amit gyógyszerekkel nagyon jól kordában lehet tartani, akár meg is lehet gyógyítani, ugye? Így van, tehát a depresszió az egy biológiai megalapozottságú betegség. Nem egyenlő egyébként, amiről az utóbbi években beszélünk, hogy a gazdasági válság hatására a szomorúság, lehangoltság, letargia jelenik meg. A depresszió egy jól körülírható betegség. Gyógyszerrel és komplexen pszichoterápiával és a szociális környezet támogatásával együtt gyógyítható. Ugye a depresszióról még annyit, hogy összesen jelenleg az ellátórendszerben körülbelül ezeknek a betegeknek 40-50%-a jelenik meg. Nem vagyunk ebben rosszabbak az európai átlagnál, de hát azért mindig hangsúlyozzuk, hogy ekkora betegszámot a jelenlegi ellátórendszer nem tud fogadni. De hova lehet fordulni, hogyha valaki egyáltalán szembenéz azzal, hogy segítségre van szüksége, aztán nem tudom, hogy tudja-e magán diagnosztizálni, hogy depressziós vagy nem depressziós, nyilván azt érzi, hogy valami nem stimmel, hova megy, beutaltatja magát a körzeti orvosával valahova? Hát beutaltatja magát, hogyha felismeri a körzeti orvos, hát hogy itt depresszióról van szó. A súlyos depressziót könnyen felismerjük, hiszen hogyha a környezetünkben látunk olyat, aki nem tud kikelni az ágyból, nem tud elmenni dolgozni, állandóan lehangolt és rossz kedve van, akkor gondolnunk kell a depresszióra. De hát a depresszió nagyon sokszor testi betegségeknek az álcájában jelentkezik, és nagyon gyakran látjuk, hogy elsősorban házi orvoshoz fordulnak. Egyébként a konferencián is pont arról beszélgettünk, hogy a depresszió felismerésére kellene nagyon nagy hangsúlyt fektetni. Az ellátása az már kifejezetten a szakembernek a feladata, illetve szakember vezetésével történik, de hát az első lépcsőben a házi orvosoknak kellene felismerni, az első egészségügyi tímnek, akivel találkozik a beteg. És akkor utána kell megfelelő szakemberhez fordulni. Hogyne, természetesen. Hangsúlyozom egyébként, hogy nem elsősorban kórházban. Tehát amikor azt mondta, hogy beutaljuk őt a kórházban, nem erről van szó, mert hogy a depressziós betegek nagy része az ambuláns ellátásban gyógyítható. Ezért hangsúlyozzuk mindig azt, hogy nem a kórházi ágyak számát kellene Magyarországon növelni, hanem a szakemberek számát, és az ambuláns ellátásba kellene nagyobb. Az öngyilkosságok száma milyen relációban van a depresszióval? Hát a depressziósoknak 5-10%-a az, aki öngyilkosságban hal meg. Ennél jóval nagyobb azoknak a száma, akik elkövetnek öngyilkossági kísérletet, de ez szerencsére nem vezet halálhoz. A legnagyobb rizikója az öngyilkosság a depressziónak a szociális, pszichés és gazdasági következményeken kívül. Köztudott, hogy Magyarországon az öngyilkosságok száma magas, Európában az öngyilkosságok előfordulása, bár a rendszerváltás után több mint felére csökkent az öngyilkosságok száma, ez a pszichiátriai ellátás fejlődését is jelzi, de azért Litvánia mögött még mindig a második helyet foglaljuk el Európában. Nyilvánvalóan ezen a vándorgyűlésen megfogalmaztak olyan célokat, olyan elképzeléseket, amit a kormányzat felé szeretnének közvetíteni. Ennek mi lenne a legfontosabb eleme? Hát segélykiáltásokat közvetítünk a kormány felé, hiszen összesen Magyarországon a praktizáló aktív pszichiáter a mi becsléseink szerint közel 700 fő.
Ennek a 700 főnek is egy jelentős hányada, több mint 100 fő külföldön dolgozik, Európában, Nyugat-Európában, Észak-Európában, tehát kevesen vagyunk. A szakember utánpótlásba kellene nagyobb energiát fektetni. A másik segélykiáltásunk az, hogy az ambuláns ellátást, ami nem történt meg az elmúlt 20 évben, jelentősen fejleszteni kell. A jelenlegi ellátó hálózatunk, a Magyarországon, Európában unikumnak számító gondozó hálózati rendszer a túlélésért küszködik. Uh-huh. Ebben részben humán erőforrás, részben pedig anyagerő forrás hiány van benne. Nagyon remélem, hogy ez a segélykiáltás, ami itt is elhangzott, ez eljut az értő fülekhez. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget.